Ez a Híradó, köszöntöm nézőinket! Január 27-e az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor felszabadításának napja. Az ENSZ közgyűlése döntése értelmében 2005 óta a Nemzetközi Holokauszt Emléknap. Ebből az alkalomból Pápaváros önkormányzata is megemlékezett a II. Világháború áldozatairól, a város elhurcolt izraelita vallású polgárairól. Mécsesek apró lángja lobogott a zsinagóga falai közt, a megemlékezésre érkezők maguk is meggyújtottak egyet-egyet. A rendezvényen elhangzott a pápáról elhurcolt zsidó vallásúak neve, közülük 12-nek az életrajza is. Lehet, hogy nem nagy történelmi személyiségeknek az életrajzát fogjuk látni. Lehet, hogy nem olyan emberekét, akinek a munkálkodása során megfordult a történelem, de pápai emberek életrajzait fogjuk felolvasni, olyan pápai emberekét, akik egykor voltak, egykor itt éltek, akiknek az életét akármi is élhettük volna. Orvos, ügyvéd, kereskedő, bankár, tanár, a legkülönbözőbb foglalkozásúak rövid élettörténetét ismertették. Közülük volt, aki túlélte a megpróbáltatásokat, volt, aki családjával együtt odaveszett. Gólstein Gyula tanulmányai elvégzése után kezdetben villanyszerelőként, majd műszerészként tartotta fenn magát. Műszaki üzletet nyitott a főutca 13 szám alatt. 1930. márciusában feleségül vette a celldömölki származású Pfeiffer Flórát. Házasságukból egyetlen lány született, Éva Veronika. A háború kitörése után 1942. októberétől munkaszolgálatosként teljesített szolgálatot. Hazatérés után 1944. április 30-án, mint közveszélyes szemét, többet magával internálták. Megjárta Mittenwaldot, Auschwitzet, Gross-Rosent és Dachaut. Pápára visszatérve a főutca 23 szám alatt műszaki üzletet nyitott. Családja egyetlen túlélője, édesanyja, négy testvére, felesége és kislánya nem élték túl a háborút, a gyilkosságot, a szörnyűséget. Az életrajzok felolvasását követően egy levéli részlet hangzott el, amelyben dr. Stiger Jakab szól húgához, és amelyben arról ír, hogy haláluk értelmet nyer abban, ha a jövő generációja demokráciában élhet. A holokausztnak 2000 pápai áldozata volt. Rájuk emlékezett tegnap a Petőfi Asztaltársaság is. A Huszár lakótelep egyes számú épületében elhelyezett emléktáblánál tisztelettek a Petőfi Asztaltársaság tagjai azok emléke előtt, akik a II. Világháború borzalmait megszenvedték. Emlékezni jöttek, de egyben tiltakozni is. Tiltakozni az ellen, hogy ma Magyarországon idegenrendészeti kérdésként kezelik 16 ezer ember deportálását, illetve az ellen, hogy Magyarország kormánya emlékművet kíván állítani az ország II. Világháború alatti német megszállása apropóján, fogalmazott beszédében Gőgő Zoltán országgyűlési képviselő. Nem lehetünk ennyire érzéketlenek, nem sérthetjük meg több százer meggyilkolt magyar honfitársunk emlékét. A hatalomban maradás mindent elsöprő vágya, a szélsőjobbos szavazatok megszerzésének kényszere sem igazolhatja a történelemhamisítást, nem restaurálhatja a Horthy népellenes korszakát. Ez akkor is így van, ha az országgyűlés elnöke, pápa diszpolgára a tiltakozásokat úgy minősíti, hogy a heves tiltakozás nem több, mint egy hiszti, egy heckampány. A megemlékezés helyszíne a Huszár lakótelep egyes szám alatti ház, egykor a pápai Huszár kaszárnya parancsnoki épülete volt, s a kaszárnya udvarán végeztek ki 1945 első hónapjaiban 11 magyar személyt, akik katonaszökevények voltak, vagy zsidó honfitársaikat segítették, bújtatták. Első helyezést ért el a Pápai Hús 1913 Kft. Egy Budapesten megrendezett látványdisznótorversenyen. Az Edd meg, amit főztél elnevezésű megmérettetésen a pápai húsgyár szakemberei háromféle kolbászt és ötféle hurkát készítettek, hagyományos és különleges receptek alapján. A hétvégén megrendezett kétnapos budapesti versenyen ötfős csapattal indult a Pápai Hús 1913 Kft. A disznótoros versengésen a nagymúltú húsipari céget Kanozsai József, Seibert Klára, Nigovici János,
Mikóczi Lajos és Németh Lajos képviselte. Gyakorlatilag ez egy úgymond böllér verseny volt, ahol több meghívott csapat részvételével indítottunk, és hát félsertéseket kellett feldolgozni, kolbásznak, hurkának, pecsenyéket sütöttünk, és a nagy közönségnek bemutatni, hogy hogyan is néz ki egy igazi házi disznóvágás, milyen eszközökkel történik, milyen ízeket viszünk bele. A pápai csapat többféle ízesítésű hústermékkel állt a zsűri elé. Készítettünk háromfajta kolbászt, ötféle hurkát, a kolbászok azok különböző ízesítésűek, hogy mindenki be tudja vinni a saját elképzeléseit, ami megszokott receptjét, ami alapján elkészítettük. A másik háromféle véres hurkánk volt, tehát volt a sima, úgymond rizses véres hurka, készült a másik egy kukoricás véres hurka, és egy nosztalgiázva idéztünk egy zsemlés véres hurkát, amellett természetesen egy májos hurkát is. A pecsenyéket meg szokás szerint tehát elkésítettük frissen sültnek és Laci pecsenyének, úgyhogy ebből állt össze a repertoárunk. A bírálók azonban nem csak az ízvilágot, hanem az összteljesítményt vizsgálták. Figyelembe vették a szakértelmet, a dizájnt és a higiéniát is, mondta el Kanozsai József. Hát mindenképpen sikerként könyveljük el, és hát a többi amatőr csapat között illett ezt elhoznunk ezt a sikert, tehát ezt az eredményt, ezt illet azért produkálni a társaságnak. A versenyen elkészített finomságok nagy sikert arattak a kóstoláson. A pápai hús csapatának díjnyertes termékei mindegy szálig elfogytak, árulta el Kanozsai József. Isten ajándéka mindaz, ami jelen volt és van az életemben, vaja Varga György nyugalmazott esperes. A pápai evangélikus gyülekezet ma is aktív lelkipásztora a Gyurács Ferenc gondolkodókörben mesélt életéről, a hitről, a szolgálatról és a házasságról. Varga Györgyöt 1952-ben szentelték lelkésszé, szolgált pápán és Bakony-Szombathelyen is. 1986-tól 1998-ig esperesként tevékenykedett a Veszprémi Egyház megyében. A vendégeket Borbé Lajos, a Gyurács Ferenc gondolkodókör vezetője köszöntötte, majd Polgárdi Sándor esperes mondott nyitó imádságot. Varga György egy igével kezdte előadását. Kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, s ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Ez a nyugalmazott esperes életének vezérigéje. Isten ajándéka az, hogy én a teológiára mentem, Isten ajándéka az, hogy a papi szolgálatba indulhattam, és Isten ajándéka minden gyülekezet, amelyikben szolgálhattam. Tehát ezt jelenti tulajdonképpen ez az íge is, hogy minden az Isten ajándéka. Varga György esperes elmesélte, hogy ő fiatal korában katona akart lenni, de nem vették fel a hadapród iskolába. Így került a Csurgói Református Gimnáziumba. Ez már a háború idején volt. A katonai iskola növendékeit hamarosan külföldre vitték, hadifogságba kerültek vagy meghaltak. Varga György ebben Isten útmutató szeretetét látja, hisz, mint mondta, sokszor nem értjük, hogy vágyaink miért nem teljesülnek, pedig mindig van oka, amit talán csak később értünk meg. Varga György 86 éves, 59 éve él boldog házasságban. Ugye amikor én pápára kerültem segédlelkésznek, ő pedig már itt kántorizált még diákként, hát akkor 17 éves volt talán, akkor ismertem meg őt, és aztán az, hogy a Jézus Krisztusban való hit, az határozta meg a mi életünket, és az adott mindenkor erőt nékünk. És a szeretetet is nyilván ő adhatta mindenkor is a szívünkbe, egymás iránt is, és ahogy Isten kegyelme adott akkor két gyermeket is, aztán később még három unokát, most meg már négy dédunokát is adott nékünk. Varga György jelenleg is aktív, a kórházban és az idősek otthonában látogatja a rászorulókat. Megtartott a szalagavató ünnepélyét a Petőfi Sándor Gimnázium is. 67 végzős diák kapta meg pénteken este osztályfőnökétől a diákévek végének közelettét jelző piros-fehér szalagot. A maturandusoktól a 13. B osztályfőnöke búcsúzott. A tanárnő beszédében azt kívánta a diákjainak, a tudás legyen a legfőbb segítőjük felnőtt életükben. A Petőfi Sándor Gimnázium a hagyományoknak megfelelően idén is az iskola aulájában tartotta meg szalagavató ünnepélyét.
A programon a 13. B osztályfőnöke, Spett Katalin köszöntötte a végzős tanulókat. A tanárnő beszédében többek között arról szólt, hogy a szalag, amit az ünnepélyen az idén érettségizők megkapnak, az összetartozást szimbolizálja. Azonban ez csak egy jelkép. Az igazi összekötő kapcs a szeretet, a barátság, a hűség, a tisztelet, és a közös pont az iskola, ahol mindezek megszülettek. Szeressétek ezt az iskolát, mert legszebb éveiteknek hű tanulja marad mindig, és őrzi legfényesebb titkaitokat is. A ma este az ünneplését, de nem szabad elfelejtenetek, hogy ezekben a hónapokban életetek egyik legfontosabb forduló pontja előtt álltok. Bármennyire szépen markoló is, néhány hónap múlva szárnyat mondhatok és elrepültök. Bárhová is sodorjon a sors benneteket, neked kívánom, hogy minél több szeretetben, megértésben legyen részletek. Az osztályfőnök Müller Péter soraival búcsúzott a végzős gimnazistáktól. Elengedni valakit nem azt jelenti, hogy megszűnik a fájdalmat. Az elengedés nem azt jelenti, hogy az ember szíve kihűl. Nem azt jelenti, hogy elfelejtem önökre. Nem közönyt jelent. Az elengedés azt jelenti, hogy hagyjunk szabadon repülni, szállni a maga útján. A búcsúzó szavak után az intézmény három végzős osztálya közös műsort adott. Előre repülve az időben a majdani 10 éves osztálytalálkozót képzelték el, miközben felidézték gimnáziumi élményeiket. A három osztályfőnök, Mádilné, Csuti Anikó, Spett Katalin és Nagy Dóra tűzte fel diákjai ruhájára a petőfisek piros-fehér szalagját, majd az ünnepély a három osztály közös keringőjével zárult. Híradónk végén, most nézzük, milyen időre számíthatunk holnap. Szerdán is folytatódik a hideg téli idő. A legtöbb helyen fagypont alatt maradt továbbra is a maximum hőmérséklet. Ezen a napon többfelé várható hószálingózás, havazás. Sopron térségében kissé megélénkülhet a délkeleti szél, másút mérsékelt marad a légmozgás. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója kedden. Nézzenek bennünket továbbra is. Viszontlátásra!